mert az Istennek beszéde élő és ható és élesebb minden kétélű fegyvernél. Nyisd meg a szíved és az elméd, és ragadd meg a prófétai szót. Itt van a te néped, hogy leboruljon előtted. Itt van a te néped ünnepi öltözetekbe, hogy dicsőítsen téged. Itt vagyunk, Uram, Magyarországról is, Miskolcról is, és a föld minden határáról, hogy dicsérjünk téged, az örökkivalót, az örökkivaló atyát, a mindenségnek a fejedelmét. És köszönöm, Uram, hogy nem maradott más név, aki által lenne nekünk megtartatásunk. Ezt a nevet adtad, a Jézus Krisztusnak a nevét. Hogy erre a névre ma is minden térd meghajlik, a mennyieké, a földieké, és a föld alatt valóké. És minden nyelv vallja, a mi nyelvünk is. Itt Miskolcon is, Amerikában is, Ausztráliában is, Ázsiában is, Európa minden országába, hogy Jézus Krisztus Úr. Hogy Jézus Krisztus Úr, mondjad, Jézus Krisztus Úr, az Atya Isten dicsőségére. Jézus Krisztus Úr, az én életembe, az én családomba, a gyermekeim életébe. Jézus Krisztus Úr, az új szövetség gyülekezetben. Ő az első és az utolsó. Az alfa és az omega. Vele kezdődik az életem, és vele végződik az életem ezen a földön. És folytatódik az örökké valóságba. És ebbe az életbe járok. Ezért van egészségem, békességem és megigazultságom. És én ezt fogadom el. Krisztusban van az én lakhelyem. Az Urat választottam. Az én lakhelyem ül. Az Úr az én örökségem. Ezért nem félek. Ember mit árthat nekem? Se démonok, se fejedelemségek, se hatalmasságok, se uraságok, se erők. Semmi nem választhat el az Istennek a szerelmétől. Az életemet, a családomat, az új szövetség gyülekezetet se. Semmi. Halleluja. Ezért bátran mondom, az Úr az én segítségem. Az Úr az én örömöm. Az Úr az én váram. És boldog vagyok. És az is maradok. Krisztusban. És mondom neked, lelkem, bízz az Úrba. Mert megsegít téged. Mondom neked, testem, hogy egészségben lakozol. Békességben lakozol. Minden porcikám, minden sejtem, minden idegszálam, idegpályám, Isten országa alá rendelem. És mondom nektek, szerveim, jól működtök, mert az én testem az a Szent Szellem temploma. És Isten szelleme lakozik bennem. És jól kormányozza az én testemet. És én is szeretetbe járok. És megbocsátásba járok. Ezért egészségben járok. Mert ahol béke, ott szeretet. Megigazultságban, békességben és az Úr örömében fogok járni. Mert ez Isten királysága. És mindenkinek megbocsájtok, aki ellenem vétkezett, nem tartom meg mások bűneit, semmilyen keserűséget az én lelkembe, a szívembe, az életembe, hanem úgy döntök, hogy megbocsájtok. Úgy döntök, hogy szeretni fogok. Úgy döntök, hogy kegyelmet adok másoknak, ahogy én is kegyelmet kaptam a Jézus nevében. És úgy döntök, hogy nem keseredem meg, és nem botránkozok meg a mások bűneiben, a mások életében, és mások is
megbocsájtanak nekem. Kedvezést fogok találni. Kegyelmet fogok találni. Az Isten dicsőségére. És viszem az evangéliumot. Mások életébe. Más országokba. A Jézus nevében. És nem szégyellem. Az Isten evangéliumát. Nem szégyellem. A Jézus nevében. Kóssakala bakatrok losszondakasz. Zaklájdok rószekandasz. Azt mondja az Úr, mivel te nem szégyelled, én se szégyellek téged. Mert aki vallást tesz én rólam az emberek előtt, arról én is vallást teszek. Az én mennyei atyám előtt. De aki szégyel engemet az emberek előtt, azt én is szégyelni fogom az én mennyei atyám előtt. Ne szégyeld őt, se Krisztust, se az ő evangéliumát, se bennünket. Vállald föl, hogy kicsoda vagy Krisztusban. Vállald föl a családodat is, örömmel. És add be a kárpótlást. Akármit lopott az ellenség, ne keseredj meg. A mások butaságai miatt, nehogy te keseredj meg. Amen. Mondta valaki, akkor még jobban fogom szolgálni az Urat. Hát ez lesz. Felajánlom a lakásomat is, a házamat is. Jön a konferencia. Úgy döntöttünk a férjemmel, hogy felajánljuk. Mehetnek Mádra. Hány család? Három szoba? Négy szoba? Mennyi? Három szoba. Na. Ez van. Isten dicsőségére. Nyissátok meg a házatokat, mert sokan fognak jönni a konferenciára. Már most tudom, hogy... Hanem, hogy mit akarsz te, Uram, hogy cselekedjek? Péter azt mondta ilyenkor, hogy Uram, építsünk három hajlékot. Neked, Mózesnek egyet, meg Illésnek egyet. Maguknak nem akartak. De nem tudta Péter, hogy mit beszél a megdicsőlős hegyén. De azt tudta, hogy ő innen nem akar elmenni. Pedig volt felesége, volt anyósa, és nem akart lejönni a hegyről. És tudjátok, ez így működik, hogy amikor újjászületsz, veszed, te a jövendő javaknak a főpapja, vagy a papja vagy, a főpapja az maga Jézus Krisztus. És akkor imádkoztam, és imádkozom az Uram, akarom minél többet megismerni a te örökségedet, a jövendő javaidat, amiben már most élhetünk, itt a Földön, a jövendő javakat. Nem a mostani földi javakat, hanem a jövendő javakat. Sok embernek fáj a lába, a feje, összevesznek, feszültség van, próbálnak, de egy fontos. Mindig figyelj arra, hogy mi a cél. Az ördögnek az a célja, tudjátok mi a célja? Hogy megöljön. Ennyi van. Azért jött, hogy öljön, lopja és hogy pusztítson. Azért, hogy az Istenek a munkát lerombolja. De az Úrnak mi a célja? Hogy életed legyen, és bővölködő életed legyen. Amen. Hogy átmenvén a síralom völgyén is forrássá tesszük. Ez az Úrnak a terve. És hol? Jövök az Úr házába. Össz az Úr jelenlétébe. Az Isten népe közé. Tudjátok, hogy egy titok van a közösségi kenetben? Tudnátok, hogy egyben óriási titok van? És ezért adunk hálát, ezért vannak Isten tiszteletek, meg a prédikálás bolondsága által tartja meg a hívőket. Van, akinek van bizonysága, hogy milyen volt, amikor vetett az első vetéseket, mondták Abigélék, hogy hány millió forint jött be utána a fúrásból. Miért? Mert van, akik vetnek, és fognak aratni. Minden, amit vetsz, azt le is fogod aratni. És ezért fontos dolog, kedveseim, hogy ne a kövér démonok csücsüljönek bent az autódba, meg a lakásodba. Hanem rúgd ki őket!
Amen. A te helyed, a te házad, az az Úrnak a háza. A te tested, az Istenek a templom. Amen. A mi gyülekezetünk, az Istenek a népe, az egy szent hely. Nem démonoknak a lakóhelye. És akár mennyire akarna megcsorbítani, meglopni tégedet, megmondod, hogy ezen a mai napon is ez az én testem, az Úrnak a temploma. Minden egyes sejtem, minden egyes porcikám az Úré. Amen. És nem a démonoké. És ezt kell megbocsájtanod is. Kell elengedned, és ez a stratégia. És az ellenség is jön, és te extrém módon fogsz rá válaszolni. Extrém módon fogsz nem felháborodni, és nem félni, és nem aggodalmaskodni. Jaj, mi lesz velem? Elvesztettem a munkáját. Tudod, mi lesz veled? Még jobbat kapsz. Ez van. Az Úr nem soha nem lefele visz, hanem fölfele visz. Elvesztetted a barátodat? Még jobbat kapsz. Isten mindig még jobbat ad. Mi csinál a zsidó, ha megdöglik a tehene? Imádkozik, Uram, 7-szer annyit kérek. 7-szer annyit, kárpótlás. Mi csinál a magyar, ha megdöglik a tehene? Dögölje meg a szomszédé is. Ha már nekem nincs, a szomszédnek se legyen. Ő se legyen már boldogabb, mint én. Ez egy rossz, gonosz, sátáni gondolkodásmód. Irigység, féltékenység, kisebb rendűségből fakad. És ebből kell kijönnöd. Amen. Kívánni a másiknak áldást, ha megy neki. Uram, áld meg még jobban. Hagyj menjen. Mert ha megy a vezetőimnek, nekem is megy. Amen. Ha megy a Magyarországnak, nekünk mi is áldottak vagyunk. Amen. Mert részesei vagyunk. Ha jól megy a pásztornak, ha egészséges, ha tud prédikálni, akkor én is jó leszek, mert kövér bárány leszek. Amen. Jó fogok tudni táplálkozni. Így gondolkoz. Az okos ember így gondolkozik. Nem úgy, hogy ú, nézd ma, az mivel jár. Én meg Trabantája se járok. Azom sincsen, csak megyek itt a izével. Ennek meg már Dacia-ja van. No, annak meg Audi-ja van. Ez meg már most vett újabb autót. Ha ezek most építkeztek, neki jön a gyerek, nekem miért nem jön? Tudjátok, sokan ilyenken gondolkoznak. Hogy én rosszabb vagyok. Neki most születik, ne, az enyém meg mosva tért el, akkor mi történik? Tudsz-e örülni annak, hogy a másik most fogant meg? Meg kell tanulnunk ezt. Mert akkor beadjuk a kárpótlást, és jön a miénk. Jön a tiétek is, a ti időszatok is jön. Az irigység bűn. Nem is akármilyen bűn, és egy átok. Mert nem tud soha boldog lenni. Mert mindig azon gondolkozol, hogy mit nincs. Nem azon gondolkozol, hogy mennyi mindened van. Hálát ad negyed, hogy levegőt veszel. Hálát ad, hogy működik a bérrendszered. Tudjátok, hány ember adnak hálát, hogy egyáltalán működik a bérrendszere? És nincs székrekedése, vagy állandó hasmenése. Ezt nem tudják azok a férfiak felfogni, akik, amikor a feleségük vagy a hölgyek ezzel harcolnak. Amikor hetekig nem tudnak menni vécére. Egy apró dolog. Vagy valakinek nincs szaglása. Nem érzi a szagokat, az ízeket. Apró dolognak tűnik, de tudjátok, milyen kemény harc ez? Hol vagytok ti sok mindentől? Adjatok hálát, hogy tudtok járni, itt vagytok a gyülekezetbe, fel tudod emelni a kezedet. Tudod, hány ember nem tudja felemelni a kezét, de te fel tudod emelni a kezedet, és felemelt kezekkel tudsz az Úrnak hálát adni. Van hangod. Tudod dicsérni őt. Minden reggel. Mondjátok, Uram, itt vagyok, és hoztam magot a te tárházadba. És te megígérted, hogy megdorgálod a kártevőt, és nem beszélne a földemnek a gyümölcsét. És boldognak mondanak engem az emberek is, sőt az egész családomat. Jézus nevében, és legyen megdorgálva minden kártevő az életembe, a testembe és az egészségembe is. Az Úr Jézus Krisztus nevében. És most megáldom a ti forrásotokat, a ti életeteket, megáldom az anyagi forrásotokat, a szellemi forrásokat is, a magjaitokat is, a szíveteket is, a bővölködésre. Az Úr Jézus Krisztusnak a nevében. És ti is, akik velünk vagytok, az adományaitokat, akiket utaltok is, megáldalak benneteket is, ezzel a kegyelemmel. Az Úr Jézus Krisztus hatalmas nevében. Uram, köszönöm, hogy kinyújtottad a te kezedet. Így van, raglájsan esza. Zsébre bondag lájna makor esza. Serem, aki magot ad a magvetőnek, kenyeret az éhezőnek, az megsokasítja a ti gyümölcsötöket.
Rablak rá, és azt mondja az Úr, kevés az nekem, hogy Jákobnak elszélett juhai között legyél. Elküldelek tégedet a népeknek, a nemzeteknek világosságul, hogy az üdvösségem a föld végéig terjedjen. Így áldalak meg, akik ide jöttetek Magyarországra is, az Úr Jézus nevében, hogy találjatok földet, családot számotokra. Nem vagytok jövevények, nem vagytok zsellérek, hanem befogadottak az Úr házába. És te, aki nézel bennünket, szeretném magadnak családot, szellemi családot, vagy szeretném, ha megtérni, fogok érted imádkozni. Ezzel a kegyelemmel. Most teszünk egy megvallást. Mondjátok, Úr Jézus Krisztus, köszönöm neked, hogy te azért jöttél, hogy megkeresd és megtartsd, ami elveszett. És köszönöm neked, hogy te meghaltál az én bűneimért, és Isten feltámasztott téged, hogy én igaz ember legyek. Én elfogadlak téged az én megváltómnak, az én uramnak, az én királyomnak, és az én gyógyítómnak, és az én szabadítómnak. És a Jézus Krisztus nevében megvallom a szellemvilág előtt, hogy szakítok Sátánnal, minden tervével, minden praktikájával, hogy az én testem az Isten temploma, és aki megrontja az Isten templomát, megrontja az az Isten. Mert Isten temploma szent, ez vagyok én, és ez a te néped, Uram, halleluja. Rebekos te beroglájsz, és ezzel a kegyelemmel áldalak meg benneteket. Így van a Jézus nevében, hogy épüljetek be Isten országába, gyertek Isten egy helyi gyülekezetbe is, és ha nincs helyi gyülekezeted, regisztrálj hozzánk. Fel fogunk hívni téged, és fogunk feléd szolgálni, úgy, hogy a Robit megtaláltuk. Amen. És nem a halálba ment, hanem az életbe, és most egy újjászületett ember van itt előttetek, meg többen vannak itt, ebből a családból itt vagytok, Isten kegyelméből, ugyanígy lesz veletek is. Úrat egy gyógyítót, aki meggyógyít téged, és mondom a ráknak, a rák szellemének is, minden daganatnak, hogy legyen megtörve a Jézus Krisztusnak a nevében, az életetet, Berla Brandoregia, minden rendellenesség, elváltozás, Réra, Sira, Maga, Gyore, Megara, Jékérebe, Gyona, Manda, Gone, Manda, Rodeszérama, Jórebe, Gyona, Moglás, és adok neked hálát, Uram, a megtérésekért, és hívlak titeket Istennek a királyságába, a hitet családtagokat is. Mondom nektek, gerinc oszlop, egyenes egy ki, máj, minden máj daganat, eltűnik a májadról. Ó, se kalájde, bernáloszanam, a glájde, kerasz, az agyadról is. Van, akinek agydaganata van. És az Úr meggyógyítja a te agydaganatodat is. A Jézus nem, van, akinek sztrókot kapott, és az Úr helyreállítja a lebénult részeket a te életedbe. Az Úr Jézus Krisztusnak a nevében, rablo drope kasti mana, jelen van, akit most a félelemtől szabadít meg az Úr, ó, meg a pániktól is. A Jézus Krisztus nevében embert nem érintesz. Minden depresszió, szellem, hazugság, minden igézés, varázslás legyen elvágva a te életed fölött. Az anyagiaid fölött is, és most megáldom a te magodat, amit vetettél, és hitbe fogsz aratni, Uram. Így áldom meg őket, így áldom meg mindannyiukat ezzel a kegyelemmel, az Úr Jézus nevében, és felszabadítom ezt a kegyelmet a te életedbe. Rabla drodi jenema gandorelekre, van akinek a vesélyi gyógyítja most az Úr. Így van, rag, lajto, kesszo, degar, rido, gyeda. Ilyen van, akinek az emlékező képessége nem megfelelő, Uram. Így van, a Jézus Krisztus nevében a rövid távú, hosszú távú memóriádat is megáldom. Megáldom a te szemeidet, a füleidet is. Az Úr Jézus Krisztus hatalmas, dicsőséges nem is kibocsátja az Úr az ő kegyelmét, az ő szellemét. Köszönöm neked, Uram. Uram, nem erővel, és nem hatalommal azt mondja az Úr, hanem az én szellememmel, ó, rakassanoszt, minden tisztátalan szellem és erő megszégyenülsz. Az Úr Jézus nevében, az egész új szövetség gyülekezet fölött is, minden egyes tagja fölött, vezetőik fölött is, az új tagok fölött is, így van, veszek erőt és hatalmat, és a te országod alá rendelem őket. És megnyugszik az Úr kegyelmet életetekbe, az Úr Jézus nevében. Szétnézel a házadba, és nem találsz benne hiányt. Nem fogsz félni semmi gyötréstől. Azt mondja az Úr, megdorgálom a kártevőt. Megdorgálom a kártevőt az életedbe. Megdorgálom a kártevőt. Megdorgálja az Úr.
Így fogtok tovább menni. Ezzel a kegyelemmel. Bevenni a földeket. Így van, készülj a szolgálatba, és megáld az Úr tégedet. Megáldja a te házasságodat is. Az Úr Jézus nevében megáldom ezt. Hogy betöltsétek az elhívásatokat. Az egyedülvalókat is megáldom, Uram. Akik nem egyedülvalók. Köszönöm, Uram, a te dicsőséget. Az Úr kedves jelenlétében megyünk ebbe a folyóba. Az Úr áldjon meg benneteket ezzel a kegyelemmel. Elbocsátunk, illetve folytatódik a podcast az élő közvetítés után. Már a stúdióban várnak a testvéreim fönt, úgyhogy folytatódik, de én innen elbúcsúzok, innen lentről az Isten tiszteleti helyről, és folytatódik, nézzetek tovább bennünket, kérdéseket be lehet küldeni mindenkinek, akik követtek bennünket, és erre is fognak válaszolni, úgyhogy Isten kegyelméből innen búcsúzunk lentről. Az Úr áldjon meg benneteket, egy hét múlva találkozunk. Ám. Keresd fel gyülekezetünket! Címünk Miskolc Nagyvárdi utca 6, telefonszámunk 0670 600 5577, e-mail címünk online@újszövetség.hu.